Eliana sportos alkatú, és különös gyermekkora volt, nagyon sok könnyet és szomorúságot okozott nekem azáltal, hogy megszületett és 5 hetes volt, amikor élethalál között volt, bekerült az intenzív osztályra, és amikor eljutottunk szülőként oda, hogy mi nem tehetünk semmit, az orvos is ott van, mindent megtesz a gyermekemért, de az élet Isten kezében van, és akkor Istenhez kiáltottunk, és meghallgatta imádságunkat, visszajándékozta nekünk. És ő neki az emberek felé küldetése van, és én pedig szeretnék az az édesanyja lenni, aki nem akadályozom ezt, hanem támogatom elsősorban a hitemmel, az anyai imádságommal, és azzal a szülői szeretettel, amelyet szeretnék feléje közvetíteni. Édesanyám hozott el 1998. decemberében ide Ákos bácsihoz. Hát ilyen ismerősöktől hallottuk, hogy létezik ez a GEAC, ez egy atlétikai klub. És mikor eljöttünk, akkor Ákos bácsi ugyanúgy beadott a többiek közé, majd meg azt mondta, hogy majd meglátjuk, és hát látta, hogy milyen tehetséges vagyok, amit az úrtól kaptam, és... Mindig hozzáteszed, hogy az úrtól kaptad? Hát igen, mert végül is ezt őtőle kaptam, hát persze a szüleim szültek, de hát az úr alkotott meg így, és hát ez egy talentum, és ezt szeretném kamatoztatni, szóval ezt tudom, hogy őtőle kaptam. És már is indulnak, tempó kicsi, előzés, tiszta dinamika az előzés. Tessék, megyünk, indulunk. Ezeknek a gyerekeknek negyedikes elemitől kezdve egy óriási hátizsák van. Úgy tudnak bekerülni már a 8-osztályos gimnáziumba, hogy mindenből 5-ösek külön matekra járnak, hogy ne legyen gond, és ennek az egésznek az a lényeg, hogy az energiájuk nem arra megy el, hogy a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Meg kéne találni ezeknek a gyerekeknek azt a iskolai bekerülési és egyéb kedvezményes lehetőségeket, hogy a Turko Eliánák ott tudjanak lenni negatív gyógyszeres támogatás nélkül, tehát úgy értem, hogy tiltott gyógyszerek nélkül is valahol érjék el a világ élvonalát, amit meg tudtak mutatni 17 évesen jó néhány magyar gyerek, hogy el lehet jutni odáig. Csomó adatot kell összeírkálni, meg beküldeni a szövetségbe, ez a lényeg, és nem akarok, nincs ezzel semmi gond, mert ebben a programban te bekerülsz, és neked ott elég komoly pozíciód van. Ezt otthon anyádékkal meg kell beszélni, hogy ez igen komoly időráfordítást is igényel. Itt vagyunk tehát az IAAF Vesztel ifjúsági atlétikai világbajnokság helyszínén Debrecenben, az Olá Gábor utcai stadionban, és női százgátas hölgyek sorakoznak. A hetes pályán Durko Eliana, a gödöllői EAC versenyzője, Benkő Ákos az edzője, és itt van a mama, aki a rajtnál izgul együtt Eliánával. Eliana egyébként, hát fantasztikus az, amit művel, 2 éves sportol, és 2 hónap után már válogatott lett. Az édesanyja egyébként ifjúsági bajnok volt távolugrásban, Varga Pálma, tehát van kötődés az atlétikához. Női 100 méteres gátfutás tehát, és Durko Eliánáért szurkolhatunk a hetes pályán. Eliana nagyon jól elkapra a rajtot, és egyelőre vezet is, hogyha jól látom. Durko Eliana az első helyen. Egyelőre a 4-esen Snigur próbálja meg vele tartani a lépést. Snigur és Durko Eliana óriási küzdelme. Durko Eliana a második, kedves nézők, élete legjobbjával 13,94 másodperccel. Hát erről beszéltünk, hogy ha valaki élete legjobbját futja, akkor az nagyon nagy dolog, pláne úgy, hogy ezzel a második és tovább jut. Mivel hogy én az országos ifjúsági csúcsot 2-szer javítottam meg 2 nap alatt, ezért én több pontot kaptam, és így lettem én a magyar legeredményesebb női sportoló ott a világbajnokságon, és természetesen ott szurkoltak a nagyszüleim, a lelkész, akkor hát a polgármester is ott volt, a Péceli polgármester, meg 2 képviselő, és hát a ismerőseim, meg hát a családom, testvéreim. M1 is, a TV is forgatott, és hát ők is kérdeztek kérdéseket, és ott pedig, hát körülbelül 5 percet beszéltem, de csak egy mondatomat vágták be,
amely pedig az volt, hogy megköszöntem Istennek, hogy megsegített, és hát a rajt előtt imádkoztam, és ezt így megvallottam, és azt vágták be csak azt az egy mondatomat. És örömtől te, hogy ezt megmerted tenni? Igen, igen, utána jó érzés is volt, és kértem is Istentől, hogy adjon bölcsességet, hogy mit mondjak. A világbajnokságon igen, lehetett SMS-ben üzenni, hogy ki a legkedvesebb, legszimpatikusabb, legszebb sportoló, és hát rám szavaztak, ami eléggé meglepett, mert hát én nem vártam. És hát nagyon örülök persze neki, és akkor egy ilyen óriási virágcsokrot kaptam, egy ilyen sajtótájékoztatón Budán. Uh-huh. Ez igen. Volt a jutalmam, igen.